Massimo Morales-szel a Honvéd az előző szezonban 7 győzelem, 8 döntetlen és 3 vereség volt a mérleg, amikor Morales irányította az együttest. 16. tehát az utolsó helyről indult, és a 9. végzett a Budapest Honvéd az irányítás alatt, és láthatják, hogy ebben a szezonban mit ért el. Azt mondta egyébként, hogy kérdezzük a tulajdonost, illetve kérdezze a sajtó a tulajdonost a döntés hátteréről. Nos, megkerestük a Honvéd sajtóosztályát, ott pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tulajdonos döntése alapján sem Joseph Hemingway, sem pedig az újonnan kinevezett edzőkettős, Szalai László és Gabala Krisztián nem nyilatkozik. Ugye ők ideiglenes kettősnek vannak számba, elvileg, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval mi a véleményetek erről egyelőre általánosságban? Hát amikor én hallottam Morales nyilatkozatát a tévében, én örültem neki, mert én nem kedveltem azt a futballt, amit ő képviselt. Szerintem, hát most ez az igazság. Örültél annak, hogy lemondott? Örültem, hogy ne. Hát nagyon örültem. Szerintem a magyar futballban semmi olyat nem hozott, amivel mi előreléptünk volna, vagy akár a Honvéd. Ez egy zsákutc, egy eredményre játszó valami, akadémia van, próbálnak építeni egy csapatot, ő ebbe a képbe nem illik bele. Én boldog voltam. Örülök, hogy nem ő csinálja tovább. Ugyanakkor nyilván van ellenvélemény is, vagy egy kicsit árnyaltabb vélemény. Nem, hát az igaz, mindig azt szoktuk mondani, hogy ha külföldi edző jön, akkor legalább tanuljunk valamit, és legalább mozgasson meg valamit, amire azt lehet mondani, hogy ez igen, ezt érdemes átvenni. Valóban újat nem hozott, viszont azt nem lehet elvenni tőle, hogy eredményes volt a csapat, mert az látható a számokból. Ne ragudjál, Péter. Eredményességre. Milyen eredményes volt ez a csapat? Hát a Sisával, a Pölöskeivel, a Subkával ugyanúgy középcsapat volt, mint most. Miről beszéltek? Hát, 16. volt, amikor 16. átvette Morales. 16. és mikor vette át? Aztán 9. lett fel, az is középcsapat, most is középcsapat. Tény, de hát 16. helyről a 9. felvinni az elsőről a 9. Töltetesen én is voltam a Honvéd edző, a 16. helyen vettem át, és fél időben 8. lettünk. Ez olyan nagy művelet. És egy sokkal, de sokkal rosszabb körülmények között, sokkal, de sokkal rosszabb játékos állománnyal rendelkező Honvédról volt szó, mint Morales idejében. Ez nem egy nagy utalmas. Nem beszélhet tőle senki, de ez természetes, de akkor is a tényeket, a számokat, azt nem lehet, hogy ha megnézzük a statisztikát, hogy most nem tudom, most lehet, hogy vissza lehetne tenni, hogy az előző évben volt összesen 3 vereségük, amikor ő átvette. Tehát abból a szempontból lehet szeretni, vagy nem szeretni a futballját, én sem szeretem, hozzáteszem, attól függetlenül valahol a kieső helyen átvett egy csapatot, nézzük meg. 18 meccse volt, tehát 12 mérkőzés után. Mondjuk az látszik, tehát a 8 döntetlen az azt mutatja, hogy futballozni nagyon nem akar ez a csapat, az egyértelmű. Azt nem vitatom el, hogy a Sisa Tibivel ugyanezt elérték, vagy a Subkával ugyanezt el lehet érni. Tehát én is azt mondom, az első részével tökéletesen egyetértek, amit mondasz, hogy olyan külföldi edző minek van itt, aki nem tesz hozzá, nem lesz jobb tőle, és nem tanulunk tőle semmit. De azt nem lehet elvenni tőle, hogy legalább a szám szerinti eredmények azok megvoltak nála. Tudjátok, a